Nem sokáig pihenhettek a hajdunánás SK női kézilabda szakosztályának sportolói, hiszen augusztusban már a klub valamennyi csapata javában készült az új szezonra. A felnőttek mellett az utánpótlás csapatok is bekapcsolódtak a munkába. Augusztus végén a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség tornáján mérhették le a csapatok, hogy az elvégzett nagyfokú munka párosul-e eredményességgel. A tornán az U13-tól az U19-ig bezárólag 4 korosztály csapatai találkoztak és mérkőztek meg egymással. A Hajdú-Bihar megyei szövetségnek a szervezésében most már második alkalommal szerveztük meg itt Hajdunáson 2 csarnokban ezt a tornát. Eredetileg egy kisebb tornáról lett volna szó, de mivel a tavasszal elmaradt egy tornánk, illetve a Strandkézinél utánpótlás tornát nem sikerült megszervezni érdeklődés hiányában, így azokat a pályázati pénzeket próbáltuk átcsoportosítani, és gyakorlatilag így egy 4 napra, az első 2 nap a ifjúság és a serdülő korosztály, a másodiknál pedig len a alatta levő korosztályoknak szerveztünk tornát. Én úgy gondolom, hogy egy jól sikerű és nagyon színvonalas és erős torna volt, ami egy jó felmérő volt a bajnokság indulásaként mind az ifjú, mind a serdülő csapatnak. A tornán több nagy hagyománnyal és jelentős utánpótlásbázissal rendelkező egyesület is képviseltette magát. Voltak Szegedről is, Orosházáról, sőt a győri utánpótlásnak a csapatát már vissza kellett utasítanunk, mert ők későn jelentkeztek már, és őket nem tudtuk befogadni, de itt volt a Debrecennek a csapata, tehát úgy gondolom, hogy egy jó színvonalú torna volt, amit szeretnénk folytatni. Ősszel, az őszi szünetben egy még nagyobb tornát szeretnénk szervezni, nem csak itteni helyszínnel, hanem megpróbálunk a megyébe egy olyan helyszínt találni, ahol 2 csarnok tud egyszerre fogadni csapatokat, és egy másik helyszínen pedig lenne a fiúknak is szervezni egy hasonló tornát. Ehhez az kell, hogy tudjunk a megyében olyan helyet találni, ahol 2 csarnok van, mert egy csarnokban nagyon nehéz, hogy egyfolytában menjenek a mérkőzések, vagy nagyon leszűkített csapatlétszámmal tudunk akkor tornát szervezni. Az U13-as korosztály volt a legfiatalabb a tornán. A hajdunánási csapatot irányító Ménfői Michel bizakodva tekint a jövőbe, a társaság tornán mutatott teljesítménye alapján. Kisiskolás gyermekbajnokságban versenyzünk még. 19 fővel vagyunk most jelenleg a csapatomban, 19 lány. Június végén egy otthoni 10 napos edzésmunkát küldtem a lányoknak, aki mindenkinek kötelező volt, vagy megpróbálta mindenki, hogy tudta elvégezni. Ebben nyilván állóképesség, kis kondicionális, saját testúlya kellett dolgozni otthon a lányoknak. Augusztus 1-ével elkezdtük a közös edzésmunkát. Ugye volt nekünk most a hétvégén ez a torna, amin részt vett a csapat. Arra próbáltunk felkészülni kisebb-nagyobb sikerekkel, ugye, mert itt a tornára itt volt még akinek iskolai elmaradt utazás volt és nem tudott részt venni, valaki más egyéb okok miatt. 3 mérkőzést játszottunk. Az első napon 2 mérkőzést, a második napon 1 mérkőzést. Az első mérkőzés azt mondanám, hogy várható eredményt hozott, sajnos nem nyertünk, viszont ott még láttam azt, hogy a lányokban benne volt az, ami igazából elvártam tőlük és készültünk rá. A második meccsre szerintem elfáradtunk, az eredmény, sem az eredmény, sem a gyakorolt dolgok, ott nem igazán jött össze semmi. Nyilván ezt a mérkőzés végén átbeszéltük, és másnap egy megtisztult fejjel úgymond léptünk pályára, és akkor tudtuk hozni a gyakorolt elemeket, és tudtunk nyerni. Ügyesek voltak a lányok, begyakorolt figurák, sikeresek voltak, tudtunk könnyű gólokat dobni, úgyhogy így megkönnyítettük a saját munkánkat. Nyilván vannak olyan alapvető hibák, ami már most nem szabadna, hogy előforduljon, nyilván előfordul. Van, amilyen szinten ebben nem vagyok megelégedve, a technikai hibák, úgy gondolom, hogy ennyi technikai hibával nem lehet kézilabdázni a jövőben, viszont vannak tényleg olyan elemek, amik idősebb csapatoknál, lányoknál is ezért olyan figurák vannak begyakorolva, ami
előnyünkre válik, és megy a lányoknak, tudunk belőle szép dolgot, könnyű gólokat dobni. Előnyünkre várt ez a torna, harmadik helyezést értünk el. Külön örülök, hogy a torna legtechnikásabb játékosa, az Beka Bernadett a mi csapatunkból, az én csapatomból az irányító lány volt. Az U15-ös csapatot az idei nyártól irányítja Tarné Hadadi Beáta, aki bízik benne, hogy a befektetett munka meghozza a várt eredményt. Nyilván ők még iskolába járnak, általános iskolába, és igazából még az edzéseknek a menetét majd most fogjuk kitalálni és beütemezni. Mi heti 4 edzéssel szeretnénk menni, de most nyáron azért volt hetente 7-8 edzés szám is. Abban voltak futóedzések, termedzések, illetve kondi edzések, ami újdonság volt a lányoknak, és azt megmondom őszintén, nagyon élvezték. A nyári felkészülés az oda jellemző, hogy a lánynak sok volt a hiányzó, tehát hogy egész rétszámmal nem tudtunk felkészülni az edzéseken, vagy nem tudtunk készülni az edzéseken. Igazából ez azt hiszem, hogy meg is látszott a nyári tornánkon itt a hónap végén, mert tulajdonképpen úgy kellett összeállítani a csapatot, hogy még nem láttam őket együtt játszani. Nyilván nekem ez egy tanuló hónap volt. Az előző héten elmentünk Romániába, részt vettünk a Határok nélkül kézilabda tornán, ahol nagyon sok új csapattal, akivel még nem mérkőztünk, találkoztunk. Igazából az is nagyon hasznosnak tartottam, vagy azt is, mivel megnéztük, hogy milyenek a határon túli hasonló korú, vagy velünk egykorú csapatok. Azt tudni kell erről a csapat, hogy ez két korosztályból áll, főleg egy főként a fiatalok, a rutinosabb játékosok, és az 15 évesek az öregebbek talán. Ezért mi még ezeken a tornákon aránylag nagy játékosokkal találkozunk, és ez azért meglátszik a teljesítményünkön. A hatodik helyezést értünk el a 6 csapatból. Volt nagyon jó meccsünk is, amikor a Szekhalom csapatával tényleg egy végletekig kélezett X-et sikerült megszerezni, egy döntetlen. A másik két mérkőzésen viszont voltak hiányérzeteim. Azt azért tudni kell, hogy a meghatározó játékosok közül többen játszottak előző két napon a serdülő csapatban, nyilván ez rányomta a bélyegét az ő teljesítményekre, és innentől kezdve megvan meghatározott még ebbe a korosztályba az, hogy az irányító játékosoknak milyen a teljesítménye. De összességében a felkészülésben nyilván ez beleillett. Mi a U15-ös korosztályba is, meg a 14-es korosztályba is a másodosztályba fogunk indulni, ez azt jelenti, hogy területi verseny, Hajdú-Bihar megyei, illetve Szabolcs megyei csapatokkal fogunk játszani. 5, illetve 7 csapat van egy-egy korosztályba, és ilyen körmérkőzésszerűen utána pedig gondolom majd lesz alsó és felsőház. A sertülő csapatot irányító Szabó Attila maradéktalanul elégedett lehet új csapatával, hiszen a lányok kiváló teljesítményükkel elhódították a torna győzelmet. Nagy kihívás ez számomra, hiszen az első osztályban fogunk indulni, sertülő első osztályban. Tavaly is itt szerepeltek a lányok, és roppan nehéz mérkőzések között rengeteg tapasztalattal bírtak. Sajnos nem sok győzelem volt, de ez egy rendkívül erős közeg, rendkívül erős csapatok vannak benne, ahol nagy tömegbázisú, nagy múltú klubok versenyeznek. Óriási tehát a kihívás. A tavalyi magra épül a serdülő csapat, amely én azt gondolom, hogy a felkészülés követően egy jó kis gárdát alkot, valamint érkeztek hozzánk új játékosok, 8 új játékos ebbe a csapatba. Így egy 16-18 fős kerettel július 25-én már megkezdte a csapat a felkészülést az U19-es csapattal együtt. Gyenei Tamás kollégámmal együtt készítettük a felkészülést, a felkészülési tervet. Majd pedig augusztus 1-től már külön a serdülő, azaz a U17-es csapat edzéseit irányítom én. Egy nagyon jó kis brigáddal van dolgom, akikkel még mindig ismerjük egymást, még mindig puhatolózzuk egymásnak a gyengeségeit, erősségeit. Én azt gondolom, hogy már lassan tudom hova tenni a lányoknak a képességeit. A felkészülés során és az edzőmérkőzéseken abszolút mindenki rengeteg lehetőséget kapott, hogy én is megismerjem ezt a közeget, megismerjem, hogy ők miben erősek és esetleg miben nem tudnak annyit hozzátenni a csapat teljesítményéhez. És ez a torna pedig egy rendkívül jó mércéje volt ennek
a felkészülési programnak. Gratulálok a lányoknak, és gratulálok Tarni Hadari Beátának és Jenei Tamásnak, akiknek a kezemunkája benne van ebben a csapatban. Ugye Beának még tavalyról, Tominak pedig ebben a hónapban. A lányok nagyszerűen teljesítettek, hiszen a tornát megnyertük. És ezt nem is kell magyarázni, mert 4 mérkőzésből 4 győzelemmel, én azt gondolom magabiztos játékkal, mindenki lehetőséggel kapott, mindenki gólt szerzett, a legjobb kapus címet ellenfelek edzői is viaskodtak, hogy a Berta vagy a Kitti legyen, tehát a nánási kapusok annyira jól teljesítettek. A legtechnikásabb játékos, ugye a Csépke Eszter tőlünk került ki, ezt is egyértelműen mondták a többi edző a választáson. A gólkirálynői cím nem lett a miénk, de a torna győzelem is a miénk lett. Ami mutatja, hogy milyen erős és jó kis gárda van. Egy picit azért nem szabad ebből az eredménytől nekünk elrugaszkodnunk, hiszen itt más osztályban induló csapatokról van szó. Ami nagyon-nagyon kicsi a különbség egy más osztály és egy első osztály között. Én azt gondolom, az első osztályban sokkal több a játékos, ahonnan lehet választani, sokkal nagyobb a merítési kör, és épp ezért nem szeretném, hogy azért ez egy kicsit félrevigye a lányoknak a fejét. Most vasárnap már elkezdődik a bajnokság, Vácra fogunk utazni, ahol ténylegesen megtapasztaljuk, hogy milyen egy első osztályú mérkőzés. Nagyon bizakodó vagyok, de ugye még ebben a versenysorozatban én nem vettem részt, tehát óvatosságra intem a lányokat is, és magamat is, és dolgozunk tovább, heti 5 edzéssel, és próbáljuk a lehető legjobbat kihozni, és beépíteni a hajdunánási fiatalokat, hogy minél több játék lehetőséghez jussanak ebben a nagyon jó mezőnyben. Az első osztályban vitézkedő ifjúsági csapatunk már a felkészülés utolsó fázisában jár. Így egy jó erőpróba volt ez a megmérettetés a hamarosan rajtoló bajnoki küzdelmek előtt. Felkészülésünk 7. hetében tartunk, ez már a bajnokság hete, mivel szeptember 4-én vasárnap már a Vácra utazunk, a Dunakanyar Akadémiával fogunk megmérkőzni az első osztályú ifjúság és serdülő bajnokság első fordulójában. Úgy gondolom, hogy a lányok nagyon jól dolgoztak az egész felkészülésünk alatt. A közel meg tudtuk valósítani az elképzelteket. Voltak egy beteges időszakunk, az egyik héten, ahol nem tudtunk teljes létszámban edzeni, de úgy gondolom, hogy amit elterveztem, azt meg tudtuk valósítani ez alatt a 7 hét alatt. A felkészülésünk 6. hetén rendeztünk itt hazai pályán egy tornát, amire 3 csapatot láttunk vendégül az ifjúsági korosztályban, 2 első osztályú társaságot, a Kecskemét és az Orosháza gárdáját, valamint egy másodosztályú, de nagyon jó erőből álló agy csapatát láttuk itt vendégül. A torna színvonal az elképzeléseimnek megfelelő volt, mert közel azonos képességű csapatokat szerettünk volna meghívni. Ez az eredményekből kifolyólag látszik is, hogy nagyon közel voltak a csapatok egymáshoz. Egyetlen kiugró eredményünk, ami Agyő elleni vereségünk volt, ott a lányok ott fizikálisan és mentálisan is a teljesítőképességük határát érték el, de a látottakkal meg vagyok elégedve, mivel egy olyan stílusú játékot próbálunk játszani, ahol 60 percen keresztül futunk, és ez a pont az algyai meccs volt az, ahol a csütörtök délután a második mérkőzés, ahol belefáradtak itt az egész heti munkában, mivel még nem erre konkrétan a tornára készültünk, úgyhogy egy nagyobb terhelést még a hét elején kaptak a lányok, de elégedett voltam, mivel az első mérkőzésen meg tudtuk valósítani azt a játékszemléletet, amit ez egész 6 hét alatt gyakoroltunk addig. Rengeteget futottunk, de a védekezésünkön van mit még csiszolnunk. Külön öröm számomra, hogy a kapusaink nagyon kiválóan védtek a tornán, valamint az egész felkészülés alatt nagyon meg voltam velük is elégedve. Ők egy biztos pontot tudnak adni a csapatnak, és ezt úgy gondolom, hogy ha még csiszolódunk, akkor ezt még nagyobb százalékba ki fogjuk tudni használni, ami még eredményezni fogja a lerohanásaink és a gyors támadás befejezéseink hatékonyságát is, amire amúgy a csapat alkalmas és kész van. Nyilván még rengeteg munka van velük, de én mondtam is a lányoknak, hogy nem szabad kapkodni, mivel 8 új játékos érkezett ebbe a korosztályba, így ez a beépítési fázis, ez még nagyon az elején tart, de látjuk azt, hogy miben
tudtunk már ebbe a két vagy másfél hónapban előrelépni, és megvan az, hogy hova kéne elérnünk. Én azt mondtam nekik, hogy ha decemberre elérjük azt, amit én megálmodtam, akkor én már boldog vagyok. Ez nyilván egy fokozatos fejlődés szeretnék látni az addigi úton is, de úgy gondolom, hogy ezzel a hozzáállással ez megvalósítható. A hajdunánási csapatok megállták helyüket az erős mezőnyben, és bizonyították, hogy jó úton jár az utánpótlás képzés városunkban. Bajnokságban az utánpótlás csapatoknál soha nem helyezésben gondolkozunk, hanem fejlődésben és a gyerekeknek a képzésében, tehetségeknek a gondozásában, illetve hogy minél több gyereket tudjanak a következő korosztálynak feladni. Nyilván alacsonyabb korosztályból fölfel a U14-15-be, seldőlőből a ifibe, ifiből a felnőttbe. A cél ez, hogyha minél több gyereket fognak feladni, akkor ez minél jobb eredménnyel is fog egyébként párosulni, de megfogalmazva az nincs kifejezetten, hogy most dobogón kell végezni, vagy mondjuk az első ötben, az a minimum elvárás, hogy valahol a középmezőnyben biztonságosan bennmaradva az ifi is és a seldőlő is. Én úgy gondolom, hogy ez teljesíthető is ezekkel a gyerekekkel, de nyilván az alatta levő korosztályokban is nagyon-nagyon kell dolgozni a gyerekekkel, és meg kell találnunk azokat az örömöket a gyerekeknek, hogy minél kevesebb lemorzsolódás legyen, és minél jobban tudjanak fejlődni. Én úgy gondolom, hogy a lehetőségeink adottak hozzá, mind teremben, mind felszerelésben, versenyeztetésben, mert most is még eszközben is bővültünk, két új eszköz vettünk, ami több mint 5 millió forint volt darabja, és olyan eszközök, amik mind a kondicionális képzést úgy segítik, hogy a lehető legkevesebb annak a lehetősége, hogy sérülést legyen, vagy egy nagyobb súly rá zuhanjon, mert nem kifejezetten súlyokkal dolgoznak ezekkel a gépekkel. De próbáljuk fejleszteni a rehabilitációs részt is, ott is vásároltunk több olyan gépet, keresünk továbbra is fizikoterapeutát vagy gyógymasszőrt, amit gyakorlatilag nehezen tudunk betölteni jelenleg. Hajdunánás jó házi gazdája volt a négynapos tornának, azzal, hogy a klub megkapta az utánpótlás nevelésben a mozertani alközpont címet, jelentős feladatok hárulnak a jövőben a klub vezetésére. Eldőlt ugye a mozertani központoknak a kérdése, női szinten Hajdunánás, illetve Székesfehérvár. Egyrészt a határon átnyúló kérdésben is dolgoznunk kell, itt főleg most a Kárpátaljára gondolunk, de magában a tehetségnek a gondozásában. Több klubbal is tárgyaltunk már, akikkel együtt fogunk dolgozni, partnerként és partnerként is fogjuk kezelni, illetve már most vannak olyan kollégák, edzők más csapatoknál, illetve nálunk is, akit ebben a munkába bevonunk. A munkának a lényege 12-14 éves korosztályban a tehetségnek a felkutatása, felkorolása és azoknak a gondozása, ami egyben azt is jelenti, hogy többször meg fognak fordulni Hajdunánáson, és a versenyeztetéstől függően fogunk hétvégéken nekik plusz edzéseket tartani, illetve a mi általunk kiválasztott emberek fogják az ő tehetségüket gondozni, felügyelni és nézni. Hasonlóan, mint az előző időszakokban a szövetségnek a KTP programja, ahol ugye kiemelt tehetségeket gondozták. Egy kicsit ezt is be kell, hogy kapcsoljuk ebbe a munkába, illetve a szövetségnél is a jelen gazdasági helyzetben változások voltak, szakfelügyelők kevesebben fognak dolgozni. A kisiskolás programban szintén a kisiskolás programot meg akarja hagyni a szövetség más felállásban azért, és abból a programban is a módszertani központok szerepet fognak vállalni, hogy maga a program menjen tovább. Így a térségben lévő olyan iskolák, akik ebben benne voltak, azoknak a továbbvitele az is ránk hárul. Így Nánáson is a Bocskai iskola, a Refi és Polgár, Hortobágy, még egy vagy két iskolának a bevonása, az szintén rám fog hárulni. Én úgy gondolom, hogy ez egy szép feladat, és én bízom benne, hogy ez sok mindent elősegít. Abban is, hogy adott esetben a későbbi folyamán még több diákot tudjunk középiskolába a városba hozni,
ezáltal még inkább ki legyen használva a kollégium, és még inkább színvonalasabb fejlődést tudjunk a kézilabdában elérni, és ezek a gyerekek minél hamarabb saját nevelésben gondolkozva tudjanak a felnőtt csapatba beépülni.